Ferenc pápa szégyelli, hogy az egyházi hatóságok nem büntették meg a pedofil papokat. A katolikus egyházfő erről első írországi látogatásán beszélt, ahol találkozott az áldozatok egy helyi csoportjával is. Történelmi pillanat Írország számára. Utoljára 39 évvel ezelőtt járt római katolikus pápa az országban, akkor még második János Pál személyében. Ferenc pápa a családok 9. világtalálkozója alkalmából érkezett, de a lakosságot egy másik téma foglalkoztatja. Az egyház berkeiben elkövetett szexuális visszaélések, amelyeknek főként gyermekáldozatai vannak. A dublini kormány 2005 és 2014 között átfogóan vizsgálta az egyházi intézményeket, és számos bűncselekményre derült fény, köztük egy olyan gyilkossági ügyre, amelyben több száz gyermek halt meg. Ferenc pápát több száz dühös tiltakozó várta a fővárosban. Azoknak a gyerekeknek a nevében jöttünk ide, akik nem lehetnek itt, mert meghaltak. Ez egy szimbolikus üzenet, hogy emlékezzünk arra, hogy 800 gyereket öltek meg a katolikus egyház apácái. Sok gyerek soha nem tudja elhagyni ezeket az intézményeket, mondja ez a tüntető. Ferenc pápa üzenettel érkezett az írországi áldozatokhoz és egyháztagokhoz. A miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, szégyelli, hogy az egyház nem rót ki megfelelő büntetést a pedofil papok által elkövetett visszataszító bűntényekért. Az, hogy az egyházi hatóságok, püspökök, előjárók, papok és mások nem voltak képesek megfelelőképpen kezelni ezeket a visszataszító bűntényeket, joggal okozott felháborodást, és ez a katolikus közösség fájdalmának és szégyenének a forrása marad. Jó magam is osztom ezt az érzést, mondta az egyház fő. A katolikus Írországban rengeteget gyengült az egyház befolyása, és ez főleg a pedofil botrányok következménye. Sokat változott azonban az ír társadalom is. 39 évvel ezelőtt még a vállás is törvénytelennek számított, az elmúlt időszakban pedig népszavazás döntött az abortusz és az egyneműek házasságának engedélyezéséről.